Kedves nézőink, ez itt a Solt Vadkerti Televízió, köszöntöm Önöket. A Vadkerti Krónikával kezdünk, a következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témája következők. Testvérvárosi megállapodás aláírása Nagyenyeden, Bordelshauseni küldöttség Solt Vadkerten. Beszélgetés dr. Kállai Miklóssal, a Magyar Borakadémia elnökével az idei országos cserszegi és írsai borversenyről. Polifárbe Vadkert kupa a birkózó szakosztály szervezésében. Solt Vadkerti delegáció járt Nagyenyeden. Az utazás célja az volt, hogy a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium által régóta ápolt együttműködést egy megállapodás aláírásával testvérvárosi kapcsolatá nyilvánítsák. A mai napon aláírtuk Nagyenyed és Solt Vadkert között a testvérvárosi kapcsolatról szóló megállapodást. Azt kérdezném először, hogy polgármester úr mikor járt először Solt Vadkerten, illetve hogy mikor alakult ki ez a kapcsolat, ami erre ösztönözte, hogy aláírjuk ezt a megállapodást. Începând din anul 2005, am aflat de relația care există între Colegiul Bethlen Gábor și Școala Coș din Șodvochet și atunci am crezut cu tărie că ar putea să existe și o relație între cele două orașe la nivel de administrație și de ce nu la nivel de fiecare cetățean. 2005-ben értesültem először a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium és a Solt Vadkerti Kossuth Lajos iskola kapcsolata között, és akkor már úgy gondoltam, hogy kialakulhat egy közreműködés a két közigazgatás között is. És mi volt az az időpont, amikor először járt Solt Vadkerten? Care a fost momentul în care prima dată ați fost la Solt Vadkert? Dacă mi-aduc bine aminte, cred că în anul 2007 am fost la Solt Vadkert împreună cu o delegație a Colegiului Bethlen Gábor. Ha nem tévedek, először 2007-ben voltam Solt Vadkerten a Bethlen Gábor Kollégium delegációjával. Igen, mindjárt tudjuk, hogy a Bethlen Gábor Kollégium által jött létre 20 évvel ezelőtt ez a kapcsolat. Most mégis arra vagyunk kíváncsiak, hogy polgármester úr hogy éli meg ezt a kapcsolatot, és milyen élményekkel gazdagodott már többször is Solt Vadkerten. Cu toții știm că acum 20 de ani primele demersuri au fost făcute de către colegiul Bethlen Gábor. Întrebarea este cum trăiți dumneavoastră ca primar acest moment? Da, într-adevăr, legătura dintre colegiul Bethlen Gábor și școala Kossuth Lajos a fost un semn că avem foarte multe puncte comune. Avem puncte comune nu doar în învățământ, ci chiar puncte comune ca două orașe ale fostului imperiu, care pot să își împărtășească din experiența lor și împreună pe un know-how bun s-ar putea ca fiecare să aibă de învățat unul de la celălalt. Și am considerat că această relație trebuie să existe și mă bucur că astăzi, prin semnarea protocolului, ea a fost încununată de un succes. Cred că este un moment istoric, așa cum spunea și primarul orașului Solt Vadkert. Mindenképpen pozitívnak tartottam a két oktatási intézmény kapcsolatát, és ez volt valóban az alapja, hogy eljutottunk ma, hogy aláírjuk ezt a közreműködési protokollumot, és szerintem ezáltal sokat gazdagodtunk, mivel hogy mindkét helyiség a volt Habsburg periódusban származik. Az már elhangzott, hogy mi okozta, hogy egyáltalán létrejöhetett ez a kapcsolat. Most azt kérdezném meg, hogy tulajdonképpen mikor fogalmazódott meg a gondolat, hogy testvértelepülés legyünk. Acum știm care a fost primii pași care s-au concretizat. Când anume s-a concretizat ideea ca cele două localități să se înfrățească? În anul 2015, la vizita unei delegații oficiale din AIUD în Solt Vadkert, împreună cu domnul primar, am stabilit ca să facem demersurile prin și către consiliile locale pentru acest parteneriat.
Deci putem să considerăm că după 10 ani din care s-au cunoscut administrațiile, până la urmă s-a semnat acest protocol și pașii s-au făcut în anul 2015 și astăzi, în 5 mai 2016, s-a semnat protocol. Hát konkrétan 2015-ben egy nagyanyedi delegáció ellátogatott Soltvadkertre, és akkor eldöntötték, hogy egy testvérvárosi szerződést írjanak alá, ami íme ma össze is jött. És hogyan értékelni a mai napot? Cum ați aprecia ziua de astăzi? Ziua de astăzi ar fi ca un vin sec, rece, băut după o zi călduroasă. Hát a mai napot szerintem úgy lehetne elnevezni, mint egy jó hideg száraz bort elfogyasztva egy hőséges napon. Ennek én is nagyon örülök. És a jövő kép, tehát arról szeretnénk még kérdezni, hogy miben látja a testvértelepülési kapcsolat jövőjét. Cum vedeți viitorul acestei înfrățiri de astăzi? Deci odată pe bazele care sunt între cele două școli, pe partea culturală, pentru că avem acest festival de folclor și, de ce nu, prin producătorii de vinuri, pentru că Aiudul este ca și Șotvăchet oraș al vinului, cultura, învățământul, vinul și, de ce nu, și alte relații pe alte planuri, până la urmă la relații de afaceri și prin turism. Hát kezdetben megemlíteném az oktatási oldalt, ahol közreműködést látnék, a kulturálist, hiszen nálunk jól működik a Nemzetközi Folklor Fesztivál, turisztikai oldal, és miért nem az üzleti is. Mit üzen a Soltvadkertieknek? Ce transmiteți locuitorilor din Soltvadkert? Locuitorilor din Șotvăchet, ca și celor din Aiud, le transmit să le dea Dumnezeu ceea ce este mai bun pentru fiecare dintre ei. Hát azt kívánom nekik, hogy a Jóisten megadjon mindazt, amire vágynak. A mai napon aláírtuk Nagyanyed és Soltvadkert között a testvérvárosi kapcsolat megállapodását. Szeretném kérdezni polgármester úrtól, hogy mi volt az az első időpont, rendezvény, amin itteni polgármester úrral találkozott. Hát az első alkalom, amikor a nagyanyedi polgármesterrel alkalomból találkozni, az 2006 környékén volt. Ők látogatást tettek Soltvadkerten, akkor megismerkedtünk, utána nem sokkal később a Soltvadkerti képviselőtestület járt itt Nagyanyeden, és hát nem túlzás, ha azt mondom, hogy elvarázsolt bennünket Nagyanyed és Nagyanyed környéke. És most, amikor, hát ha 2006-tól számítom, akkor 10 év múlva, mikor visszajöttünk, természetesen közbe is voltunk néhányszor Nagyanyeden, de most akkora változásokat tapasztaltunk. Úgy gondolom, hogy mindannyian ismerjük Nagyanyedet, sokat tudunk róla, tudjuk azt, hogy a bor és a szőlő városa, tudjuk azt, hogy a művészetek városa, és azt is tudjuk, hogy Nagyanyed a magyar oktatás egyik fellegvára. És hát most abban az örömben volt részünk, hogy a sok-sok természeti csoda mellett megcsodálhattuk a megújult, nagyon komoly Európai Uniós forrással megújult nagyanyedi líceumot, illetve nagyanyedi kollégiumot. Aki járt itt mondjuk 5 évvel ezelőtt, nagyon szívszorító képet láthatott a nagymúltú líceumról. Most, ha valaki megnézi, akkor szívet, lelket gyönyörködtető és reményteljes jövőt képet felrajzoló, gyönyörűen felújított épület együttest lát. Beszéltünk a 10 évről, illetve hogy több állomás is volt ebben. Melyek voltak ezek az állomások, akár Nagyanyeden, akár Soltvadkerten? Igen, talán jó alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk a kezdetekről. A nagyanyediek először Soltvadkertre 1993-ban érkeztek, akkor még nem Soltvadkerti kapcsolat révén, hanem a Zuglói Önkormányzat által fenntartott szintén nagymúltú Kós Károly gimnázium hívta őket vendégségbe,
de a vendégség, illetve találkozás helyszíne az Soltvadkert volt, a Soltvadkerti tó partján levő, az Uglói önkormányzat tulajdonában lévő üdülő, ami is ma is az önkormányzati tulajdonban van, és hát ez megragadta nagyenyedieket, jól érezték magukat itt Nagyenyeden, akkor ez a nagyenyedi líceum tanárait és diákjait jelentette, és hát néhány évvel később, 2006-ban az egyik lelkes szervezője, támogatója ennek a nagyenyedi kapcsolatnak az itteni tanár és újságíró Bakó Botond, és hát a Soltvadkertiek lelkes nagyenyedi kapcsolatépítője Fekete Ferencné ott találkoztak. Többszöri találkozás után 2006-ban döntötték el, hogy ezt a barátságot magasabb szintre emelik, és a két iskola, a nagyenyedi líceum és a Soltvadkerti Kossuth Lajos Általános Iskola testvériskolai szerződést köt egymással. És ez valahogy úgy alakult, hogy a zuglói kapcsolat az megszűnt, és innen átalakult a nagyenyedi líceum kapcsolata a Soltvadkerti Kossuth Lajos Általános Iskola testvériskolai kapcsolatává. Évente kapcsolatok, oda visszalátogatások, és ez úgy zajlott döntően, hogy önkormányzati képviselők is, és a nagyenyedi polgármester is többször látogatást tett Soltvadkerten, megismerkedtünk, és hát úgy láttuk, hogy több éves baráti partner kapcsolat után megérett az alkalom arra, hogy mi is testvériskolai, a jól működő testvériskolai kapcsolat után a két város között egy hasonlóan reményeink szerint jól működő testvérvárosi kapcsolat jöjjön létre. Igen, nagyenyedi polgármester úr már említette, hogy tavaly 2015-ben volt ez az olyan alkalom, amikor már eldöntötték, hogy ebből testvérvárosi kapcsolat lesz. Mi volt ez az alkalom? Hát itt voltunk Nagyenyeden, egy hihetetlen szép ünnepségen. Jellemzőit Nagyenyeden már hosszú idők óta, hogy szerveznek nemzetközi folklór fesztivált. És ide meghívást kapott Soltvadkert is, a Soltvadkerti akkor már Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei voltak itt, a citerások nagyon szép műsort adtak, és hát mi is részesei lehettünk önkormányzati delegáció révén ennek a Nemzetközi Folklórfesztiválnak, és itt láttuk, hogy nagyon komoly a szándék Nagyenyed részéről, hogy ez a kapcsolat magasabb szintre emelkedjen, és hát ennek a gyümölcse éred be 2016. május 5-ére, amikor aláírhattuk a testvértelepülési megállapodást Nagyenyed és Soltvadkert között. És akkor most májusban elérkezett az alkalom, a delegáció jött Nagyenyedre, és hogy telt az elmúlt két-két és fél nap? Hát nagyon sok élményünk volt eddig is itt Nagyenyeden, mindig mikor jönnek, akkor nagyon mély és nagyon komoly testvérszeretetet tapasztalunk itt, de el kell, hogy mondjam, hogy csodálatos természeti ajándékokkal is megáldotta a Teremtő Nagyenyedet és környékét. Tegnap volt alkalmunk megcsodálni Torockót, Torockó csodálatos építészeti remekeit és a természeti csodáit, a székely követ, és hát sok-sok élményben volt részünk, és úgy, ahogy mondtam, itt nagyenyedi nevezetességekkel is ismerkedhettünk. És végül azt kérdezném, hogy miben látja polgármester úr a testvérvárosi kapcsolat jövőjét? Igen, hát én úgy gondolom, hogy a meglévő testvérvárosi kapcsolatainkból kiindulva, itt is a célunk az, hogy a meglévő kapcsolatokat elevenen tartsuk, és célunk az, hogy ez minél szélesebb alapokon nyugodjon, tehát több lábon álljunk, nagyon stabil láb az iskolák közötti kapcsolat, nagyon stabil láb most már a két önkormányzat, két város közötti kapcsolat. Örülnénk, hogyha a civil szervezeteink is kapcsolatba kerülnének egymással, nem véletlen a delegációnak részesei vannak olyan emberek is, akiknek feladatuk az, hogy ebben is előrelépés történjen, de fontos célunk az is, hogy a közös kapcsokat, ami van Nagyenyed és Soltvadkert között a közös történelmi múltból fakadóan, a
hiszen a Nagyenyed a szőlészet és a borászat városa is. Ezen a területen is szeretnénk előre lépni, mert azt látjuk, hogy egy külön kihívás az, mikor egy testvértelepülési kapcsolatot létrehozunk, hogyha ezt meg tudjuk támogatni gazdasági együttműködéssel is. Ez egy fő célkitűzésünk lesz majd a jövőben. A 20 éves testvérvárosi kapcsolat megújítására érkezett Soltvadkertre a Bodenhauseni delegáció. A következő percekben a volt német és soltvadkerti, valamint a jelenlegi német polgármesterrel készült beszélgetéseket láthatják. Polgármester úr mondta, hogy minden évben beszélgetünk egyszer, de általában születi fesztiválokon szoktunk. Most ez egy más alkalom, nincs semmilyen ünnep. Milyen célból érkeztek a városunkba? Wir haben uns vereinbart, ich glaube vor 10 Jahren, als ich Bürgermeister geworden bin in Bodenhausen, dass wir uns jedes Mal, wenn die Gemeinderäte neu gewählt worden sind, dass wir uns zu einem kommunalpolitischen Austausch treffen. Und wir hatten im letzten Jahr Gemeinderatswahl in Bodenhausen und in Schultwadkert und deshalb haben wir das Treffen heute vereinbart und um zugleich das 20-jährige Bestehen unserer Partnerschaft feiern zu können. 10 éve, amikor polgármesternek választottak, megbeszéltük a közös testületekkel, Bodenhausenről és Soltvadkertről, hogy amikor új testület lesz választva, akkor mindig összegyűlünk, és ennek az alkalmából vagyunk itt, valamint a testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulója alkalmából. Soltvadkerten nem most választottak testületet, akkor ezek szerint Bodenhausenben van új testület. Der Gemeinderat wurde neu gewählt. Alle 5 Jahre wird bei uns der Gemeinderat neu gewählt. Und das war halt 2014, schon vor fast 2 Jahren war das so. Igen, nálunk viszont 2 éve választottak új testületet, de csak most került sor erre a találkozásra. Mi a programja ennek a találkozónak? Wir möchten jetzt heute Abend unsere Partnerschaftsurkunde nochmals unterzeichnen nach 20 Jahren. Wir haben ja vor 20 Jahren die Partnerschaft gegründet. Wir haben vor 10 Jahren das 10-jährige Jubiläum gefeiert und dieses Jahr wollen wir das 20-jährige Partnerschaftsjubiläum feiern. Az este folyamán aláírjuk a 20 éves partnervárosi dokumentumot, vagyis hát megújítjuk, amit 10 éve ugyanígy megújítottunk a 10. évforduló alkalmából. Bodenhausennek van-e másik várossal ilyen szoros kapcsolata, mint amilyen Soltvadkerttel van? Nein, Soltvadkert ist unsere einzige Partnergemeinde. Wir haben noch 2 Freundschaftsgemeinden, aber Partnerschaft ist für uns mehr. Partnerschaft ist wie eine Ehe und Freundschaft ist wie zu Freunden. Und dann haben wir noch 2 Gemeinden. Die eine Gemeinde ist heute mit dabei, das ist Lossatal in Sachsen. Und wir haben noch Ruhm in Tirol in Österreich als Freundschaftsgemeinde. Nincsen ilyen szoros kapcsolatunk más városokkal. Még 2 baráti településünk van. Az egyik Lossatal, aminek a 2 képviselője ma itt van Soltvadkerten, a másik pedig egy tiroli város. De csak Soltvadkerttel ápolunk ilyen szoros testvérvárosi kapcsolatot. Ez egy partneri kapcsolat, ez olyan, mint egy házasság, és a többi más 2 várossal pedig barátságnak mondanám. Nem ön kötötte meg 20 évvel ezelőtt azt a testvérvárosi szerződést, hanem még az előző polgármester. Amikor ön lett polgármester, akkor azt természetesnek tartotta, hogy ezt a kapcsolatot tovább kell folytatni? Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich die weiterführen möchte. Ich bin ja damals als neu gewählter Bürgermeister vor 10 Jahren gleich nach Soltvadkert gefahren und ich habe mich sehr gefreut über diese Partnerschaft, über die Freundlichkeit der Menschen und habe gesagt, das möchte ich auf alle Fälle weiterführen. Mindenféleképpen tovább szerettem volna vinni ezt a testvérvárosi kapcsolatot Soltvadkerten, még a megválasztásom előtt biztos voltam ebben, és nagyon örülök, hogy a vadkertiek ilyen barátsággal és bizalommal fogadtak engem újonnan megválasztott polgármesterként. 20 év nagyon nagy idő. Hogyan emlékszik vissza arra a 20 évvel ezelőtti pillanatra, amikor szóba került, hogy Soltvadkerttel aláírják ezt a testvérvárosi szerződést? 20 Jahre sind eine kurze Zeit. Wollen Sie gleich übersetzen? 20 Jahre sind eine kurze Zeit, eigentlich nur ein Wimpernschlag. Und eigentlich haben wir vor 27 Jahren die Grundsteine gelegt im Gemeinderat. Wir wollten ein Zeichen setzen gegenüber Ungarn, die Freundschaft und die Tatsache, dass Ungarn die Grenzen geöffnet hat und damit eigentlich uns auch die deutsche Einheit ermöglicht haben. Und so kamen wir auf die Idee, mit Ungarn eine Partnerschaft zu machen.
Und nachdem Hajos in der Nähe von uns ist und dort schon eine Partnerschaft zu Ungarn besteht, so kamen wir nach Scholtwatkert und es war bisher nur sehr, sehr schön. A 20 év egy szempillantás alatt eltelt, a kapcsolatot Soltvadkerttel már 27 éve ápoljuk, viszont 20 éve került sor arra a döntésre, hogy aláírjunk egy ilyen partnerséget megerősítő dokumentumot, amivel megnyitottuk határainkat Soltvadkert előtt is viszont, és nagyon örülünk neki, hogy a soltvadkertiek ilyen barátsággal állnak hozzánk. Akkor 27 évvel menjünk vissza. Hogyan született meg ez a kapcsolat? Valakinek a révén, tehát egy ember volt itt Soltvadkerten, vagy önöknél, aki ezt elindította ezt a kapcsolatot? Hogy indult? Der Anfang war, dass wir eine Gemeinde gesucht haben in Ungarn, dann über Hajos diese Nähe gefunden haben, dann die Freundschaft zu Soltvadkert, die eine wunderschöne Freundschaft geworden ist. Und dann hat der Gemeinderat später beschlossen, dass wir eine Partnerschaft ganz offiziell machen mit Urkunde und mit Unterschrift. Und das war vor 20 Jahren. Tőlünk nem messze lévő Hirdlingen település ötletén alapult a mi ötletünk, mert ők hajóssal kötöttek ilyen partneri kapcsolatot, és mi is úgy gondoltuk, hogy egy hasonló soltvadkerti településsel jó lenne hasonló barátságos viszonyt ápolni. Az elmúlt 20 évnek ön szerint milyen haszna volt a két település számára? Eine sehr große, weil wir haben beide voneinander lernen können. Wir von Ungarn und vielleicht auch die Ungarn von uns, zum Beispiel mit dem Kreisverkehr, mit den vielen schönen Einrichtungen, auch bis hin zur Seniorenwohnanlage. Das sind ganz viele Punkte, die uns beide ganz viel gebracht haben. Nagyon sok haszna volt ennek a 20 éves kapcsolatnak, többek között a soltvadkerti körforgalmat is ennek tudom be, mivel a kettő település nagyon sokat tud egymástól tanulni. Ki tanult kitől? Soltvadkert tanult önöktől, vagy önök Soltvadkerttől? Wir beide gleich auf Augenhöhe. Mind a ketten egy hasonló szinten tanultunk egymástól, és hiszem, hogy mind a ketten különböző hasznos dolgokat tudunk egymástól tanulni még. Und was ich besonders anmerken möchte, diese unheimlich tolle Partnerschaft und diese Freundlichkeit und diese Aufnahme, die menschliche Aufnahme hier in Soltvadkert, diese Gastfreundschaft, das haben wir bisher noch nicht so erlebt. És még nagyon remeknek tartom a soltvadkertiek vendégszeretetét és ezt a társaságot, aki mindig fogad minket, és a tolmácsok és az egész fogadóbizottság remek munkát végez. Also ich fühle mich jetzt wie ein Familienmitglied. És úgy érzem magam itt, mint egy családtag. Megkérdeztem a német előző polgármestert arról, hogy emlékszik-e arra a pillanatra, amikor aláírták ezt a testvérvárosi szerződést, ön emlékszik erre? Igen, hogy ne, hát főleg az, hogy olyan maskarában díszletben voltunk, az általa nagyon nem szeretett egyenruha volt rajta, vagy népviselet, rajta még a bocskai, hát ugye igazából ez csak az alkalom kedvéért öltöztünk be, de nagyon-nagyon hangulatos volt, meg hát azt, hogy egy komoly zenekart hoztak magukkal, meg egy nagy dinamdánon volt, hogy tényleg jó hangulaton van, hangulatba csináltuk. Aha. Arra is kíváncsi lennék, hogy Soltvadkertet hogyan keresték meg a mostani testvérvárosból, hogy szeretnének egy ilyen partner kapcsolatot kialakítani. Erre emlékszik? Hogyne, hát ez majd este is el fogom mondani, hogy a hajósi Alföldi Albert volt az, aki megkeresett. A Hirlingen nevű szomszéd településsel voltak ők jó kapcsolatban, és az volt a kérésük az Esztinger polgármesternek, hogy egy olyan magyarországi, vagy Bács-Kiskun megyei, vagy hajós környéki település keressenek, amelyik ugye hajlandó lenne velük találkozni. De hát ez tényleg jó esett nekünk, mert ugye elsőként az Alföldi Albert bennünket keresett meg, és rögtön rá is bolintottunk, hogy hát kóstoljuk meg. Ugyanis akkor tájt, ugye a 90-es évek elején, sőt még korábban, a németek kerestek már partner kapcsolatot, és Neu-Wurmsdorf, ez Hamburg melletti település, nagyon akarta, de ugye akkor tanácselnök voltam, akkor nem akartam elkötelezni az utódomat arra, hogyha esetleg nem én vagyok az utód, hogy ezt a kapcsolatot esetleg ráerőtettem.
És ők azt mondták, ha nem, akkor ők másikat keresnek. Csak így maradt a Bordelshausen, hála magas úristennek, hogy ez így történt, mert ugye több oknál fog, mert ugye nagyon is rendesek, nagyon szeretjük őket, és a Neue Wurms dolog, az még óriási távolság, ugye 1600-700 kilométer, most azt ugye leközlekedni azért az mégsem olyan egyszerű. És hát azért a hajósiak ajánlata volt nekünk, tehát a hajósiak voltak a házasság közvetítők, így lehet mondani. Abban az időben, amikor ön ápolta ezt a testvérvárosi kapcsolatot, mire emlékszik vissza szívesen, ami úgy meghatározó volt ebben a kapcsolatban, azon kívül, amikor aláírták a szerződést? Na igen, szóval sokan úgy gondolták, hogy majd ez arra jó, hogy a lenyúlásra. Na hát de nagyon nem akartuk mi lenyúlni soha ezt a kapcsolatot. Nekem a legfontosabb az volt a szemlélet. Most ha kimentünk egy 40-en vadkertiek, és azokat a vendéglátókat viszont láttuk, akkor hát nyilván ugye nézte, hogy gyönyörű ápolt park, gyöp, belrend, külrend, minden rendben volt. Most szégyelte volna úgy fogadni a vendéget. Most, ha jött a német delegáció, akkor itt Vatkert is kitakarítottuk, mert mindig fenyegetőztem, hogy majd jönnek az Eszinger bácsi, és akkor majd nagyon-nagyon duzzogni fog, mert rosszul néz ki Vatkert, és akkor tényleg ki volt mindig takarítva. És ez a szemlélet, ez volt a legfontosabb. Azon kívül, hogy a tűzoltóságot ők szerelték föl, tűzoltók nem lettek volna ilyen állapotban, ha a németek nem adják a tűzoltóautót. Kettőt is adtak végeredménybe, illetve hármat is adtak, mert személyi autót is adtak hozzá. Ez nagyon-nagyon fontos volt, de még adtak olyan támogatást, a fogyatékos otthonnak is adtak támogatást. Szobrot állítottak a második világháborús, fontos volt nekik, hogy ők részt vegyenek a második világháborús emlékmű létesítésében, mert azért volt közük őnek is a háborúhoz, és na, ehhez képest azért tényleg ilyen támogatást kaptak. Iskolával jó volt a kapcsolat, de ott nem lett olyan, mint amilyennek lenni kellett volna, vagy mi gondoltuk. Nagyon egyszerű oka van. Most az igazi német gyerekek azok, ugye, hát hogy is mondjam, hogy ne rosszul fejezzem ki magam, kicsit fehérebbek, mint az ottani iskolásoknak, ugye a török, meg mit tudom én. Szóval, és ezek az albán, török, görög, meg mit tudom, milyen náció, ezek már nem olyan németek, mint amilyet a vadkerték elképzeltek, és hát ugye, ez úgy langyosabbá vált a kapcsolat, tehát nem lett nem olyan éget olyan nagy hőfokon. Milyen volt önnek a kapcsolata a Bodershausen előző polgármesterével? Gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolt. Hát a lehető legjobb. Tehát emberileg is nagyon jó a baráti kapcsolatunk, meg hát ugye, hát nyilván, mint kollégák, ugye nagyon figyelmes ember. Tehát, szóval sokat tanultam tőle, maradjunk abban, hogy viselkedésben, meg mentalitásban, odafigyelésben, szóval gesztusokban, mert azért rendkívül udvarias ember, ami nagyon fontos, hogy szóval az ember, hogy azt legalább azt vegye át, amit úgy látta a jó példát. Nagyon jó kapcsolat van vele, mai napig. Az ország legnagyobb hegykössége, azaz a miénk, tehát a Soltvadkerti adott otthont a 21. Cserszegi fűszeres és egyben az 5. Irsai Olivér bor és párlatversenynek. A bíráló bizottságok elnöke dr. Kállai Miklóssal, a Magyar Borakadémia elnökével egy héttel ezelőtt már elkezdtünk egy beszélgetést a bírált évjáratról, most ezt folytatjuk. Nagyon sok fiatal ítész van most itt, és azt tudjuk, hogy ezeken a borversenyeken most egyre többen vannak, akik tényleg nagyon komolyan értenek hozzá, kóstolják, készítik, borászok. Tanár úr, hogyha szólíthatom így, professzor úr, mi a tapasztalata a fiatalsággal kapcsolatban? Nyilvánvalóan az élet a utóbbi időben felgyorsul, hát ezt mindenki tudja, vagy éppen csak a kor mondja azt, hogy ma már gyorsabbnak tűnik minden, ami régebben hosszabb időt engedett meg. Egyértelmű, hogy amit borbírálatnak neveznek, nem a bor szeretetéről és nem a bor ivás művészetéről, amit egyébként szimpóziumnak neveznek görögül, nem erről beszélek, hanem a bor ítészségről, a borbírálatról, az bizonyos értelemben korfüggő. Tehát az ember érzékszervei kifáradnak. Általában azt szokták mondani, hogy 60 éves kor után folyamatosan csökken, kinek inkább az illat érzékelő képessége, kinek inkább a nyelven keresztül megvalósuló íz érzékelése, de nyilvánvalóan ezek olyanok, hogy
hogy egyénfüggőek is. De általánosságban orvosilag bizonyítottan ezek igazak. Én úgy tartom, hogy aki komolyan foglalkozik és komolyan tiszteli a bort és szereti, akkor hagyja ott, amikor, tehát akkor meri bevallani, hogy most, ha valamit nem érzek. Tehát én például egyszer azt mondtam, hogy én akkor fogom abba hagyni a tanítást, hogyha valamilyen kémiai képlet, amit én a borkémiával kapcsolatban tanítok, ott hirtelen az előadás közben nem jut eszembe, akkor holnaptól kezdve nem fogok ilyet csinálni. Tehát ha én egyszer mondjuk nem érzek meg valami borhibát, borbetegséget, amit mindenkinek tudnia kell, ami független a szubjektumtól, akkor be fogom jelenteni, hogy köszönöm szépen, örülök, ha meghívtok egy-egy ilyen alkalomra, de nem veszek részt az értékítéletben. Na most ebből adódóan óriási fontosságú az a tény, hogy a régebbi szakemberek, akik nagy rutinnal rendelkeznek, azok befogadják, legnagyobb szeretettel gondozzák a fiatalokat, és átadják azt a tapasztalatot, ami esetleg a fiatalokban tudás szinten megvan, de tapasztalat szinten nincs. Tehát ezért öröm, hogy, és ezt én tudatos koncepciónak is vélem, és magam is támogatom, hogy a borversenyeken fokozatosan szerepeljenek fiatalok. A fiataloknak viszont tudomásul kell vennie bizonyos tényeket. A tapasztalatot, a kor, a vehemencia, az nem pótolja. Tehát az a tény, hogy én azért adtam ennyit meg annyit, mert nekem így tetszik, ez egy borversenyen nem elfogadható kategória. Tudni kell indokolni. Tehát megfelelő szakmai tudás nélkül borversenyen nem igazán érdemes senkinek se részt venni. Hiába van ilyen-olyan amolyan papírja, vagy hiába hiszi ő azt, hogy ő a régi öregek mellett most már minden tud. Tehát ezt akár üzenetként is szánom a utánunk jövő generációnak, még egyszer kihangsúlyozva azt a tényt, hogy a jövő az ő kezükben van, tehát nem lehet, a régi gárda nem tarthatja a kezében a borversenyeknek a folyamatát, fiatalokkal folyamatosan ki kell egészíteni, és a fiatalokat arra kell nevelni, hogy a bor tiszteletén keresztül megfelelő értékítélettel rendelkezzenek, a szubjektív értékeket minimálisra csökkentve, magát a bort részesítve előnyben. Tehát ez egy nagy öröm számomra, hogy Magyarországon, mint ahogy itt is, egyre több fiatal kapcsolódik be a borversenyek életében. Még visszatérve egy kicsit a cserszegére, illetve az illatos borokra, milyen lehet a jövőjük, a jövőképük, akár a termőterületeket, akár az exportot nézzük? Nézd, én úgy látom, hogy ugye mindent arról az oldalról kell megközelíteni, hogy akinek termeljük ezeket a borokat, hogy hogyan fogadja. Tehát a bort nem magunknak készítjük, tehát a termelő nem magának készíti a bort, hanem a piacra, a fogyasztó számára. Tehát az, hogy a fogyasztó valamit hogy fogad, az mindenféleképpen jelzésértékűnek kell lenni a termelő számára, még ha valamilyen szinten befolyásolni is tudja az ő ajánlásaival ezt a piacot, de az elsőrendű mindenféleképpen a piac rezdülése, szabad így mondanom. A piac az emberekből áll, és az emberek pedig önálló individumok, akik borzasztóan érzékenyek a saját maguk mindennapi tevékenységére. Magyarán nagyon örülnek, ha borról van szó, akkor tudják, hogy miről beszélünk. Márpedig egy illatos szőlőfajta borát, ha valaki egyszer kóstolta, és egészséges érzékszervekkel rendelkezik, akkor felismeri. És ez a felismerés, ez megelégedéssel tölti el, és hogyha én egyszer sikerélmény tapasztaltam azzal, hogy egy bort megkóstoltam, ízlet is, fel is ismertem, hogy ez cserszegi vagy írsai, akkor holnap ezt választom, mert a felismerésnek a csodája és az öröme, az engem kielégít, és örülök neki, hogy én ezt felismertem, és nem kell olyanokra gondolnom, hogy most mit tudom én ebben, ez most milyen fahordóba volt hány évig, meg hogy mit csináltak vele, amit még a szakemberek sem tudnak biztosan. Na most az illatos szőlőfajták bora, az pontosan ez. Tehát ilyen értelemben a szélesebb
fogyasztó közönség részére ezek a borok mindenféleképpen jövőbeli sikerekkel kecsegtetnek, mint ahogy most is azok. Természetesen csak akkor, ha sikerül a megfelelő szőlőtermesztési hátteret úgy biztosítani a részükre, hogy a megfelelő, tehát hogy mondjam, ezeknek a szőlőfajtáknak a termesztésénél nem a ma népszerű terméskorlátozás, meg itt, tehát itt meg kell, itt csak akkor lesz gazdaságos a termelés, ha megfelelő termés átlaggal tudjuk ezeket előállítani, és ezeknek a boroknak a készítéséhez nagyon komoly, ahogy az előbb is mondtam, nagyon komoly szakmai tudás és az ebből fakadó technológiai háttér szükségeltetik. Tehát itt nem lehet rábízni majd az, hogy a bor az olyan, hogy majd kiforja magát, idézőjelbe téve, aztán majd nagyon jó lesz, és ha sokáig magyarázzuk, hogy ez jó, akkor majd aki megkóstolja, az el is hiszi, hogy az jó, mert az emberek ma már, ők maguk nem érzik, hogy jó, akkor hiába magyarázzuk nekik, akkor ezt semmilyen sikert nem érünk el. Tehát ilyen értelemben kitörési pontként még most is Magyarország olyan helyzetben van a földrajzi adottságai miatt, hogy ezeknek a szőlőfajtáknak a termesztésére predestinál, tehát nem nagyon délen, nem nagyon északra, tehát van aroma is, van cukor is, hogy most csak a két legvégső, vagy a két szélső értéket említsem, tehát még mindig nagyon jól vagyunk, és vannak szőlőfajtáink. A muskotájból, meg a traminiből eredeztethető irsai, vagy a cserszegi, és van technológiánk is, tehát én ezt mindenféleképpen továbbra is kitörési pontnak tartom, és az érdeklődés középpontjában kell, hogy tartsuk ezeket a fajtákat. Többek között ezért is jó, hogy van ilyen borverseny. Feltette a kérdést, hogy mit kezdhetünk ezzel a belső fogyasztáson túl. Én konzervatív emberként és mérnökként számolva, én a belső piacnak a tökéletes ellátását látom elsőrendű feladatnak, különös tekintettel a nagyságrendekre. Tehát én úgy gondolom, hogy mi, akár úgy is, mint Magyarország, úgy is, mint ezeknek a illatos szőlőfajtáknak a piaca, mennyiségi exportra nem gondolhatunk. Ugyanis, ha megnézzük, hogy a szó klasszikus értelmében mit jelent az export, akkor mi nem rendelkezünk akkora árualappal, legalábbis a végső kiszerelési formában a palackozott borok tekintetében, amivel kielégíthetnénk a ide vonatkozó piaci igényeket. Az, hogy tőlünk bizonyos nagyobb bortermelő országok a saját borai kiavítására hordós borként akármennyi cserszegit, vagy akármennyi irsait hordós borként elvinnének, az mai napig is tudjuk, hogy tény, csak lehet, hogy nem hangsúlyozzák ki, hogy azért sajnos akár tetszik, akár nem, a mai úgynevezett borexport nagy része az ilyen export, hogy hordósként viszik el. Azt is tudom, hogy innen is sokat visznek el irsait, cserszegit, ha van muskotáj, akkor muskotáj, Riesling szilvánit, mert az a nagy bortermelő országok számára, ahol mennyiségi borexport zajlik egyébként, ott ez nagyon jó javító tényező, mert a mi borainkban van illat és van sav, ami náluk meg hiányzik, és innentől kezdve már nem is kell, hogy többet beszéljek szakmailag. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a illatos szőlőfajtából készített borok a hazai, és amikor azt mondom, hogy a magyar emberek igényeit egész elégítenék ki, és ezt kell, vagy a magyar piacot kell, hogy kiszolgálják, akkor én nem nacionalizmust, és nem valamiféle hamis magyarságtudatot akarok itt kiemelni, hanem egyértelmű közgazdasági megközelítésből, hogy ne legyen akkor borimport, amiről itt állandóan beszélünk, hogy minek van. Borimport csak akkor van, hogyha belső igény van. De ha én egy megfelelő ajánlattal tudok a hazai piac fogyasztói számára előállni, akkor nem kell sokat magyarázni, hogy ezt válasszák. Tehát és aztán, hogy utána ebben jók lehetünk-e, vagy nem lehetünk külföldön, az egy teljesen más kérdés. Az biztos, hogyha ez a termőterület marad, amivel most dolgozunk, akkor örülünk, ha a belső fogyasztást tökéletesen kielégítjük, tehát magyarán önellátóak lehetünk borból, és minőségi ugrás kellene ahhoz, mármint az árualap termelés tekintetében, hogy komolyabban gondolkodjunk
gondolkodjunk a szó igazi értelmében vett export megemelésén. Tehát én szerintem egy jó 30 ezer hektár telepítése hiányzik, amin nyilvánvalóan tehát az illatos szőlőfajtáknak kellene a szerepet játszani, hogyha ezek az illatos szőlőfajták esetleg még rezisztensek is a fenntartható mezőgazdaságot szolgálják, akkor mind nagyon jó, és Magyarország szőlészeti kutatása, borászati felkészültsége van olyan, hogy ezeknek a kritériumoknak megfeleljen. Olyan szőlőfajtákkal rendelkezünk, amelyek az előzőeket kielégítik. Hát körülbelül ezt tudnám elmondani. Kedves nézőink, programajánlom következik. Május 20-án és 22-én péntektől vasárnapig a 16. motoros találkozót szervezik a Vadkertító kempingjében. Május 21-én szombaton délután a Városi Gyermeknapra várják a gyerekeket, családokat az iskola környékére. Május 26-án csütörtökön a Ciroka Bábszínház vendég szerepel a Művelődési Házban. Az előadás címe az Ördög három aranyhajszála. Május 27-én és 28-án, pénteken és szombaton a Bástrofi Bajnokság Soltvadkerti futamát rendezik meg. Május 30-án, hétfőn 16 órakor pedig Cukorbeteg Klub lesz a Művelődési Házban. A Városi Sportcsarnokban szervezte meg a Soltvadkerti TIE birkózó szakosztálya a Polifarbe Vadkert kupát. A versenyről készült felvételeink következnek. Nagyon sok a gyerek, hányan érkeztek a Vadkert? Kb. 150-160 fővel érkeztek gyerekek, 4 begyéből, Magyarországról, és hála Istennek Szerbiából is jött Zenta és Magyar Kalizsa 10-15 fővel, úgyhogy nemzetközi a verseny. Milyen múltra tekint vissza a Vadkert kupa? Hát a Vadkert kupa, hála Istennek, már elég hosszú évek folyamán megrendezésre került. Volt egy kis megakadás benne, de most igyekszük ezt is feltámasztani. Ugye ez is egy nagyon lényeges lépés arra, hogy visszajuttassuk ezt a magyar vadkerti birkózást arra a színvonalra, amilyen régen volt. Azt lehet tudni, hogy ez hanyadik? Hát körülbelül a 30-dik, 25-dik körülbelül el lehet mondani, hogy ez már hosszú múltra tekint vissza, csak aztán volt olyan, hogy ez a Szüret kupa néven futott, mert a szüreti fesztivál időszakában folyt, úgyhogy ezt majd most próbáljuk kialakítani, hogy ez majd, mert szeretnénk minden évben két versenyt rendezni legalább, és ezig lenne az egyik a Vadkert kupa, a másiknak meg még valószínűleg idősebb a Smél Attila emlékverseny lesz a neve. Épp azt akartam kérdezni, hogy milyen helyet foglal ez a verseny a
a szakosztály életében? Hát ez egy egyszerű meghívásos verseny, nem rangsorverseny. A tavalyi év folyamán sikerült elnyernünk egy rangsorversenyt, ami ugye egy kötelező jellegű, ez egy meghívásos verseny, nem kötelező jellegű. Jövő év folyamán mindenféleképp pályázunk egy rangsorversenyre, illetve egy diákkorosztályos magyar bajnokságra vagy diákolimpiára. Hogy történt ez a meghívás? Barátok, ismerősök? Hát ez úgy történik, hogy a környező szakosztályokkal lévő jó kapcsolat alapján, ugye őket, akiket szeretünk, mindenkit szeretünk, de akik a közelben vannak, illetve egymás versenyére eljárnak, azokat szoktuk meghívni, azokkal szoktunk így ilyenkor együtt lenni. A meghívásos versenynek ez a lényege. Hamarosan kezdődik a Vadkert Kupa. Hogy fog zajlani? Mi a menete? Hát ugye két szőnyegen lesz most megrendezve a verseny. Három korosztályban rendeztük, diák 1, diák 2, serdülő és kadett korosztályban, lányok és fiúk részére egyaránt. A lányokat külön indítottuk. Ugye a Polifárbe Vadkert Kupa most először került ezen a néven megrendezésre. Köszönjük a Polifárbénak. Mindenki kap egy ajándékcsomagot, minden gyerek. A Polifárbe jó voltából. Minden első helyezett kap még egy külön ajándékot, egy pulikutyát, egy nagyon szép kis pulikutyát, illetve a Szervánszki cukrászda jó voltából minden első helyezett egy 1000 forintos fagylalt utalványt kap. Úgyhogy azért úgy gondolom, hogy ez egy jó, érdemes megnyerni ezt a versenyt. Milyen esélyekkel indulnak a vadkerti gyerekek? Hát ugye kiírtuk a csapatbajnokságot is, 22 fővel nevezett a Soltvadkerti csapat. Hát reményeink szerint ezt a Vadkert Kupát megnyerjük, de ha nem, akkor a másodikra mindenféleképp jó eséllyel vagyunk. Az Orosháza még nagy létszámmal jöttek, ővelük nagyokat szoktunk ezen csatázni. Nem tudom, lehet, hogy nem figyeltem, hogy ez egyéni és csapatverseny is? Igen, egyéni és csapatverseny is, pont azért, hogy a csapatok minél több létszámmal jöjjenek, hogy minél többen, ugye egy nagyon szép kupát hoztunk, azt lehet megnyerni, úgyhogy hát próbáljuk érdekelté tenni őket, hogy minél nagyobb létszámmal jelentkezzenek a csapatok egyenként. Orosházát említette, honnan érkeztek még? Orosháza, Szentes, Kiskőrös, Bócsa, Kiskunhalas, Kecskemét, Kalocsa, Dunaújváros, ugye Zenta, Magyar Kanizsa, akkor Túrkeve, nem akarok kihagyni senkit, se igyekszek mindenkit, még messzebbről is a Henz Gyuláik, ők nagyon messziről jöttek, de nagyon jó a kapcsolatunk, és holnapi nap még a Veterán Magyaron is indul, innen egyenesen indul a Veterán Magyarra bemérni, de azt mondta, hogy mindenféleképp megjelennek, ők is itt vannak, úgyhogy hát remélem nem hagytam ki senkit, de tehát itt a környékünkből Tázlár, szóval a környező szakosztályok, illetve a környező megyékből minden 23 csapat jelentkezett. Lassan vége a tanévnek, és gondolom, ugye ez azt is jelenti, hogy a birkózó élet is egy kicsit szünetel a nyárra, jól gondolom? Igen, a nyár még van azért 3 versenyünk, ugye 2 hét múlva lesz a diák magyar bajnokság, amire hála Istennek 3-4 vadkerti fiú eséllyel, akár a dobogó legfelső fokára is reményeink szerint nem kilabáljuk el, a Jóisten segítségével odaérnek. Ugye az most a legfontosabb, arra készülünk, ez egy előkészítő, azért kötött fogású verseny ez, mert a magyar bajnokság is kötött fogású, ez egy előkészítő verseny arra, és akkor utána pedig hát május 30-án nagy megtiszteltetés ért bennünket a magyar birkózó kötött fogású válogatott, egy héten keresztül itt kezdi meg az olimpiai felkészülés Soltvadkerten, egy héten keresztül az egész kötöttfogású válogatott csapat, olimpiabajnok, világbajnokok itt lesznek, és a Soltvadkerti csarnokba kezdik meg a felkészülést, az utolsó 60 napot az olimpiára. Úgyhogy az lesz, és utána meg még egy 120 fős edzőtáborunk lesz, ugye, hogy a nyár vége az iskolának, akkor júli 10-től 15-ig egy 120 fős gyerekedzőtábor, abban zárjuk mi a nyarat. Én úgy gondolom, hogy így lesz a méltó befejezése, és akkor egy hónap pihenőjük azért lesz. Nem szabad fölemelni! Nem szabad fölemelni! Ilyen szabad, megeszed!
Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben jövő héten kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.